Szeretettel köszöntök mindenkit! Mivel többen kértétek, hogy legyen erről is szó, így fogok videókat felvenni a Romy Schneider féle sziszi filmekkel kapcsolatban. A képen láthatjátok Ernst Mariskát, az osztrák filmrendezőt Romy Schneiderrel. Most először egy kicsit a háttér történetéről mondanék el néhány mondatot. Ausztria 1955. május 15-én kapta vissza a függetlenségét. Láthatjuk, hogy a háború Bécsben is okozott némi károkat. Itt a Schönbrunni kastélyt láthatjuk, és nem tudom mennyire fog kijönni a videón, a tető szerkezete megrongálódott a kastélynak, szerencsére nem komoly károkat szenvedett ahhoz képest, ami Magyarországon történt a budai palotával. Ez 45-ben volt, amikor bombatalálat érte, és 48-ban pedig már újították, már rakták rendbe. Azért is mutattam a Schönbrunni kastélyt, mert több jelenetét a filmnek itt forgatták. Itt pedig láthatjuk a Gloriettet szintén Schönbrunnban, így néz ki ma, és a háborúban ezt is bombatalálat érte, 45-ben. Ezt is viszont helyreállították, itt is a helyreállítási munkálatokat láthatjuk. Ez is meg fog jelenni a filmben. Ernst Mariska 5,5 éves volt, amikor Erzsébet Genfben merénylet áldozata lett. Valami miatt nagyon vonzódott ehhez a témához, érdekelte őt Erzsébetnek az élete. 1932-ben írt egy operettet, amelyet a Bécsi Színházban le is adtak, az egyik színházban. És néhány évvel később a testvérével Huberttel együtt egy forgatókönyvet írt, amelyet az osztrák származású amerikai rendező Josef von Sternberg meg is filmesített Hollywoodban. A Király kilép címmel adták ezt a filmet a mozik. Itt látható a színésznő, akit főszereplőnek választottak, nem tudom mennyire látszik így a képen, de szőkehajú. Amikor visszakapta Ausztria függetlenségét 1955-ben, Ernst Mariska tudta, hogy milyen témához nyúljon. Az volt a célkitűzése ezzel a filmmel, hogy egy távolabbi múltba repítse vissza a nézőket, és lelkesítőleg hasson rájuk a borzalmas időszak után. Itt láthatjuk a két főszereplőt, Romy Schneidert és Karl-Heinz Böhmöt. Romy körülbelül annyi idős volt a forgatáskor, amennyi Erzsébet a császárnéval való császárral való találkozásakor. A Karl pedig 10 évvel volt idősebb Rominál, és ezért Romy őt Karl bácsinak szólította a forgatáson. Hát Karlnak ez nem tetszett, és megkérte, hogy ne legyen ilyen hivatalos vele. Romy és Karl között 10 év korkülönbség volt, a császár és Erzsébet között pedig 7,5 év korkülönbség volt. Itt láthatjuk Romy Schneider, tehát mindenki ismeri őt, úgy gondolom. Kék szeme van, Erzsébetnek barna szeme volt, de ettől eltekintve, és attól, hogy sokkal alacsonyabb Erzsébetnél, ettől eltekintve nagyon szépen alakította Erzsébet szerepét. Nagyon megszerette őt a közönség. Romy Schneider édesanyja, Magda Schneider, aki Erzsébetnek az édesanyját játssza a filmben, az valójában is az édesanyja, de ezt mindannyian tudjuk. Nagyon sokszor felmerül a kérdés, hogy vajon szabad-e számon kérnünk a filmen a történelmi hitelességet. Mint mondtam, Ernst Mariskának az volt a célja, hogy egy ilyen olyan filmet alkosson, amely a háború borzalmait némiképp feletteti. Ez az időszak igazán kedvezett a moziknak, az első részt azt még fekete-fehérben játszották, a hatalmas sikert aratott, és az pedig még nagyobb siker volt, hogy a második, harmadik rész már színesben lett vetítve. Ernst Mariska ismerte Korti grófnak a könyvét, amely 1934-ben jelent meg németül. Korti gróf bibliográfiája Erzsébetről nagyon színvonalas, és még ma is gálja a helyét. Azonban a tényeket, amelyek a könyvben is benne vannak, és amelyeket jól ismert Ernst Mariska, szabadon használta a filmben, a saját kedve szerint, ahogy ő jónak gondolta.
Így nagyon sok esemény megtörtént, vagy hasonlóan történt, de máshogy a máskor történt, úgyhogy ilyen különböző zavarok vannak a filmben, de én úgy gondolom, hogy ezt nem annyira jó számon kérni rajta. Na és akkor láthatjuk, hogy a címet két S-szel írták, Sissi. Két S-et, két S. Azonban erre felhívnám most nagyon a figyelmet, hogy Erzsébet a becenevét egy S-szel írta. Láthatjátok a poszter alatt az aláírását Sissinek. Ez megint egy külön videónak a témája lehetne, most csak annyit szeretnék, hogy megfigyeljetek, hogy egy S-szel van írva, egy S betűvel. Valójában németül a két S-es a helyes írásmódja az Elizabethnek a becenévként, azonban becenevek nem arról híresek, hogy éppenséggel a helyességre, nyelvhelyességre menjenek rá. És hogyha Sissi így írta a becenevét egy S-szel, és a családja is így írta, akkor úgy gondolom, hogy mindenképpen ezt tartjuk helyesnek, tarthatjuk helyesnek, és hivatalos verzió szerint is az egy S-es írásmód a helyes. Ezt Mariska is ismerte ezt, azonban állítólag a Habsburg család nem járult hozzá ahhoz, hogy így írja a filmet, a film címét egy S-szel. Azért, mert úgy gondolták, hogy a történelmi Erzsébettel történik azonosítás teljes mértékben a filmbeli szereplőjével, Romy Schneider által alakított főhőssel. És természetesen ezáltal akarták érzékeltetni, hogy nem azonos a két szereplő. Persze mondhatjuk, hogy miért nem kezelte legalább a tényeket egymás után, mert olyan helyekben is felborította a dolgokat, ahol nem kellett volna, de ez megint egy más kérdés, és hogyha az ember az 50-es években gondolkodik, teljesen más volt akkor az ízlés, és ez azon ízlés szerint volt kialakítva ez a film. A végezetül annyit szeretnék most még ebben a videóban elmondani, hogy illetve egy dolgot szeretnék kiemelni, amely máshogyan van, és hogy én szerintem milyennek az oka. Erzsébetnek 4 gyermeke született. Sajnos az első gyermek, aki Zsófia Budán meghalt alig több mint 2 évesen. A Romy Schneider féle, illetve Ernst Mariska féle filmben ez a kis Zsófia jelenik meg, az első, második részben megszületik. Azonban több gyermeket nem láthatunk. Amikor Gödöllől látjuk, hát azt sugallja a film, hogy ugyanarról a gyermekről van szó, azonban, hogyha valaki jól megnézi, meghallgatja, és nagyon sokan, sokszor megnéztétek ezt a filmet, akkor tapasztalja, hogy nem mondják ekkor a gyermek nevét, csak gyermeknek mondják, nem mondják ki Zsófia. Természetesen Ernst Mariska is tisztában volt azzal, hogy Mária Valériának kellene lenni ennek a gyermeknek. Azonban ennyi minden nem is fért volna bele a filmbe, és ami viszont semmiképpen nem illett bele a lelkesítő és felrázó negédes trilógiába az az, hogy meghal a kis Zsófia, és a gyermekét gyászoló császárné képe egyáltalán nem volt való ebbe a filmbe. Viszont, hogyha megnézzük, kiragadtam 2 képet a filmből, és egy másik képet, mindegyiket nagyon szeretem, ez a 2 jelenet, illetve ugyanaz a jelenetnek 2 különböző része jól mutatja, hogy Ernst Mariska tanulmányozta a festményeket, a képeket, fényképeket Erzsébetről és környezetéről. És vannak, ahol fellelhetjük a filmben, hogy ezek megjelentek, visszahatnak valamennyire. Itt nagyon jól kijött a hasonlóság, Erzsébet kék ruhát visel, és ilyen rózsaszínes díszítése, Romy Schneider meg fordítva, ilyen rózsaszínes lilás ruhája van, és kék rajta a bolero, és kicsit a díszítés is, vagy hát inkább a bolero kék. Itt láthatjuk, nagyon halványan van rajzolva a bölcső, az is ilyen kerek, itt is a bölcső is ilyen kerek, az is hasonlatos, akkor a csipke is ugyanúgy megvan, a csipke díszítések, és láthatjuk itt a kis Zsófiát a falon az eredeti képen, hát természetesen a filmnél ez így nem jelenik meg. De hogyha megnézzük még így az asztal is, elég sok hasonlóság van a képeknél, a színözhatás és egyáltalán, ahogyan megkomponálta ezt Ernst Mariska. Hogyha érdekesnek találtátok ezt a videót, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és a későbbiekben is Erzsébetről, és majd erről a filmről is fogok újabb videókat közvetíteni.